Halló! Foglalt, halló! Mi? Becsukom. Na, minek? Minek itt? Mondja, mi a helyzet? Mondja, mi a gondja? Ajjajjajjaj. Még a levegő is megfagy. Figyelj már. Na, mondja. Tegnap beszélgettünk Mikivel. hogy észrevettünk hát Pogin valamit. Igen. Hogy nagyon tetszik neki Dávid a bajnokok közül. Hát ez... És meg akartad kérdezni, hogy te, mint Kim, nem vettél észre valami ilyesmit? De én is láttam. De ez már szerintem tegnap vettétek észre? Hát már régen. Régen voltam. Amikor Dorci belépett a szobámba és mondta, hogy Boginak tetszik Dávid, egy kicsit furcsán néztem a dologra, de én is észrevettem már, úgyhogy annyira nem lepődtem meg, de hogyha ő nekik ez belefér, és ez így jó nekik, hát áldásom rájuk. Annyira látszódik, amúgy tudod, hogy beszélgetnek, és más az arca, mosolyog meg minden. És én... De annyira, de ránéz egy ember, akkor látod. És mi azért már ismerjük régebb óta, és amikor mellette meg fele beszélget, akkor tudod így kivirul, vörösödik, elpirul, mosolyog. Hát ez legyen, gyerekek. Áldásom rátok. Na de. Igen. Amikor ide bejöttél, akkor neked tetszett a Bogi. Igen, ez most ezzel mi a helyzet? Az a helyzet, hogy amikor bejöttem, mondtam, hogy minden csaj jól néz ki, csinosz, meg tényleg jó csajok vagytok. De Bogit kiemelted? Őt kiemeltem, mert tényleg ő tetszett, úgymond a legjobban. De igazából úgymond lakva ismeri meg egymást az ember. Most, mert igaz. Nekem egy kicsit ilyen... Too much. Hát... Kimondom helyet. Nem tudom, itt a magyar viszonylatokban ezt úgy szoktuk mondani, egy kicsit ilyen plázás, vagy nem tudom, hogy... Az elején, amikor bejöttem, akkor ugye tetszett a Bogi. De én csak barátként tudok rá tekinteni. Nekem hiszt is nagyon a csaj. Igazából ez a probléma, de amúgy nem is azért jöttem ide, hogy barátnőt keresek, mert sport értéke van ennek a műsornak, én inkább azt fognám meg. Ennyit látsz Bogiból egész nap. Ott van Dávid, ott vagy te. Hogy vagy? Jobban vagy? Következő, elmegy, fut egyet. Mi újság? Na, hát ennyit csinál egész nap. Aztán oda megy. Arrébb dobja a haját. Hát ennyit csinál egész nap, könnyen. De várj, és amikor Dávid vissza is válaszol, akkor mindig elpirul meg ilyenek. Lehet látni az arcán, hogy csak így mosolyog, meg ilyen nagyon... Egész nap vihog, meg ki van virulva. Issza a szavait. Komoly szerelem. Na mindegy. Szóval kíváncsiak vagyunk, hogy ez tegnap így kiforta el magát, vagy még ma lesz folytatás? Ma mi is kémek leszünk. Azt nem mondanám, hogy ezek után figyelni fogom a dolgokat, mert ez már gyakorlatilag, ha nem figyelek oda, akkor is észreveszi az ember, de engem tényleg teljes mértékben hidegen, hogy engem nem zavar, azt csinálnak, amit ők szeretnének. Köszönjük, hogy követtek minket! Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.